Egy egész térség jövőjét befolyásoló hosszú távú megoldás lehet. Ezzel a céllal kezdte meg tőkebefektetési alapok létrehozását a Magyar Fejlesztési Bank az ország több pontján. A program hamarosan Nyíregyházán is elindul, melynek köszönhetően számos helyben működő gazdálkodó szervezet kaphat forrást fejlesztéshez és kapacitás bővítéshez. Ugye három befektető alkotja ezt a magántőke alapot, az MFB csoport nevében az MFB Invest 5 milliárddal vesz részt a projektben, 250-250 millióval pedig a Nyíregyház városi, megyei jogvárosi, illetve a Xanga csoport. A tőke alapkezelő a Xanga csoport lesz, gyakorlatilag azt jelenti, hogy azokat a vállalkozásokat, Magyarországon bejegyzett, bármelyik régióban bejegyzett vállalkozást várja ez a magántőke alap, aki ebben az ipari park, ebben az iparfejlesztési területen kíván majd beruházni, és ez a tőke alap szintén részt vesz majd ebben a beruházásban. A Magyar Fejlesztési Bank még 2019-ben kezdte szorosabbra fűzni kapcsolatait az önkormányzatokkal. Korábban Debrecenben, Székesfehérváron és Kaposváron jött létre ilyen tőkealap. Az MFB folyamatosan figyeli egy-egy régió gazdaságpiaci helyzetét, így jött létre a partnerség Nyíregyházával is. Olyan ipari parkokat is keresünk, amelyeknek a fejlesztése egyrészt állami feladat, másrészt önkormányzati feladat, harmadrészt pedig olyan lehetőséget biztosít a városnak és a környéknek, ahol munkahely nem csak munkahely megtartás, hanem egyúttal a munkahely teremtés is a célunk. A megyeszékhelyen és környékén egyre élénkebb a vállalkozói szektor, melyben nagy szerepe van többek között a közúti infrastruktúra fejlesztésének is. Erről már a város polgármestere beszélt. Kovács Ferenc hangsúlyozta, az önkormányzat az elmúlt 10 évben is támogatta a fejleszteni igyekvő cégeket. Az a befektetés barát politika, amit célul tűztünk ki, hogy fogadjunk új munkahelyteremtő befektetőket Nyíregyházán, az most egy nagyon nagy segítséget kapott, hiszen ez az 5,5 milliárd forint, ez az alap a pénzügyi hátteret biztosítja, és ez volt az a hiányzó láncem, ami úgy érzem kell ahhoz, hogy ezen az úton is eredményesen elinduljunk, hiszen az elmúlt 10 évben elsősorban a jelen itt lévő beruházókra, nagy foglalkoztatókra, vállalkozásokra koncentráltunk. A Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap olyan gazdálkodó szervezetekbe kíván befektetni, amelyek ingatlan fejlesztéseket valósítanak meg. Potenciális célcsoport lehet többek között az autó, az elektronikai, valamint a gyógyszeripar. Az alap futamideje 12 év, a támogatottakról hamarosan egy befektetési bizottság fog dönteni.